Hajrá, Zalaegerszeg! Üdvözlök mindenkit Zalaegerszegen, aki reggel korán hajnalba kelt és lejött velünk ide Zalaegerszegen. Ezt a gyomba-valót itt ajándéknak hoztam a tetszának. Úgy érzem és úgy gondolom, hogy itt Magyarországon egy nagyon szép városban őt nagyon nagy munkát tesz le, és mi tüntetésekre már megszoktuk, hogy akasztófával, illetve vágóval megyünk. Itt Zalaegerszegen ez még nem volt példa. Én önnek egy elég szép vastagot és jelképes akasztó kötelet hoztam önnek itt. Ezt ajándékba természetesen. Köszönöm. Kérlek, fogadd el tőlem. Köszönöm szépen! Mi tudjuk, tehát nem azért vagyunk itt, mert éppen nem volt más dolgunk, nekem otthon vannak malackáim, éppen tudtam volna velük foglalkozni, tudtam volna etetni őket. Azért jöttünk el ide Zalaegerszegre, hogy az itten embereknek is elmondjuk, hogy ez egy tudatos átverés volt, amit velünk tettek, és a rend éberőrei pedig nem nagyon teszik a dolgokat, pedig kellene. Elmondok csak egy apró történetet, nem messziről megyünk, mi azért nagyjából tudjuk, de a hallgatóság is, hogy tudja. 1980-ban ezt a devizahitelt ugyanúgy adták ausztrál gazdáknak. Az ausztrál gazdáknak nagyon kellett a földje bizonyos érdekcsoport embereknek, és milyen érdekes, Ausztráliában hogyan jó Istenbe került oda a svájci frank. Őket is svájci frankba adósították el, sokkal kisebb kamattal elhúzták az orruk előtt a mézes madzagot, és amikor már nagyon sok 10 000 hektár föld gazdálkodónak volt a területe, ott is megemelték a svájci frankot az ausztrál dollárhoz képest, és ott is bedőltek a szegény hitelesek. Egy következő dátumot mondanék, ugye ezt 2000 előtt, mert 2000-re már bedőlt Argentina, 2000 évek elején is megtették Argentinával, tehát a dél-amerikai országban is. Van olyan hölgy, aki például a disszertációját a chilei devizahitel bevezetésről írta, és hogy ott hogy verték át az embereket, és ott hogy mentek tönkre az emberek. Visszatérve egy icipicit Argentinára, Argentina egy nagyon jó prosperáló ország volt, sokkal nagyobb volt a GDP-je, mint Svájcnak, sokkal nagyobb volt a GDP-je, mint Svédországnak. Több mint 50 évig ott egy kis ékszerdoboz volt a nyugati féltekén, viszont őket is bedöntötték, tehát akár mekkora gazdaságban, ezek képesek azt is bedönteni. A következő időpont, amit úgy hirtelen megemlítenék, az pedig 2004. Az én agyamban azt dobta az égszíjat, amikor megláttam azt a vétjelentést, hogy 2004-ben határidős devizakereskedésben tudták pontosan, hogy 2014-ben 256 forint lesz a svájci frank. Ha ezt bármelyikünk elé tették volna a szerződés aláírást megelőzően, szerintem egyikünk se érte volna alá ezt a szerződést. És ez a bizonyíték arra, hogy ők tudták határidős kereskedésben, hogy ugyan kedvező kamattal behúztak minket az elején, azt utána tudjuk nagyon jó, hogy kamatemelésekkel már a forint hitelek föl is ment ez a dolog, viszont akkor is átvertek minket. És itt ebben a csodálatos városban 60 000 fő lakik, én úgy tudom, és ennek a városnak is volt 2,7 milliárd adósságállománya, amit a kormányunk a mi adófizető pénzünkre átvállalt az önkormányzattal. Én nem tudom, hogy abból mennyi volt devizahitel, vagy mennyi volt egyéb felújítási, vagy bármilyen hitel, de az önkormányzatnak a 2,7 milliárdos hitelállományát is átvállalta az állam, vagy átvállaltatták velünk, mert velünk vállalták át dolgozókkal, emberekkel. Gondoljatok bele, és van, hadd ne mondjam, Hódmezővásárhelynek 6,3 milliárdja volt. Ez a város azért még a lakosság arányosan képest egy nagyon kicsit, de például az én szomszéd falunk Taksony, ott például Taksony a 81. volt az eladósodottsági listában, ott az egyfőre jutó adósságállomány 160 000 forint fölött volt, egy pici 7 000 fős lakos településnek volt több mint 1 milliárd adósságállománya. Képzeljétek el, most itt ez a 60 000 fős város, ennek meg csak 2,7. Picit jorgazták voltak a városgazdálkodók, de nem kicsérni akarom őket, amit az a lényeg, hogy őnekik is volt adósságállománya, és átvállalták. Ezt országos szinten 600 milliárdot láttam, de én gyanítom, hogy ugye senki nem nézte meg konkrétan a könyvelést. Ezek csak a felszíni számok, ezek sokkal mélyebbek és sokkal nagyobb számok, amint az önkormányzatokat megsegítették. És kérdezem én, nem mi vagyunk az önkormányzat? Nem mi vagyunk az állam? Nem kellett volna először ne találtam minket? Én nem azt mondom, hogy megmenteni, mert nem kell minket megmenteni, mi csak igazságot akarunk, semmi másnak akarunk. Nagyon jól megírták a magyar HPT-t, nagyon jól megírták a magyar
BTK-t, nagyon jól megértek a BTK-t is, felhívom a figyelmét a rendőröknek, hogy a BTK-t azért alkalmazni és betartani kellene, ugyanis itt felmerül a tévedésben tartás, a megtévesztés, a csalás és az uzsora bűncselekmény, és én egy egyszerű parancsgyerek vagyok, találják ki, hogy még hány mi mindenért kellene. És addig itt nem lesz rend és fegyelem, amíg itt ezek az emberek méltó büntetésüket meg nem kapják. Ez a dolognak az egyik része. Igen? Jó? Igen, és hát természetesen ugye ezzel rengeteg embert öngyilkosságba kergettek, jó magam is gyomorvérzést kaptam a sok stressz és az ideg miatt, és a kórházban és nagyon sok Magyarország kórházban szerintem a belosztály 90%-a a stressz és a gyomor ideg és a gyomor fekély miatt ülés fekszik ott bent, hadd nem mondjam a kardiológián, az infarktusos emberek, ezek mind-mind emiatt vannak, és ez kimondhatatlan, szerintem bőven a 10 000 meghaladja ez a szám. Ugye felvetődött egy csoportunkban, hogy a reviza árváknak egy életjáradékot kellene biztosítani az államnak, és minden itt, tehát aki a hívogatásokkal, tehát főleg a call centereseknek mondom, aki a hívogatásokkal, zaklatásokkal az embereket öngyilkosságba kergeti, az ugyanolyan gyilkos, mint aki oda megy és késő levágja a torkát. Picit árnyaltabb, meg picit nem látja, meg nem lesz az ő kezavéres, de ugyanúgy gyilkos, én szerintem. Akkor szeretnék még szólni nektek egy pár szót, ugye a bankoknak a részéről nem mindent mondtam végén idődátumban, de csak maga a szerződés kötésig, amíg eljutottunk egy nagyon fontos lépés, még 2006. 2006-ban a bankfelügyelet ugye azt mondta, kiadta, hogy nyugodtan vegyünk fel a devizavételt. Kiadta közleménybe. Tárcán kínálta, dübörög a gazdaság, nagyon keresik a forintot, be fogunk lépni az euróövezetbe, nagyon sok pontot, ezt el kell olvasni, én azt mondom mindenkinek, járjon utána, járjon egy picit utána, ez nem magyar népmese, ez a magyar rettenet, járjon mindenki utána, hogy mennyi mindennel átvertek minket, és ha megbizonyosodik róla, hogy átverték, akkor jön az érdés, hogy akkor kivert át engemet konkrétan. Jaj, nem. Hát ez olyan, mintha láttam, hogy valaki öngyilkos akar lenni, mindig egy-egy lépcsőt lemegy a Dunaparton, és ja, csak egyet lépett, én nem szólok neki. A másik, ja, csak egyet lépett, én nem szólok neki. De a sok apró lépéssel bele lehet kergetni az embert, abba, hogy öngyilkos legyen, le megfulladjon. És itt senki nem vállalja a felelősséget, hogy ő már pedig ezt megtette, ezt mondta, mit mondta, illetve vannak nagyon jó felvételek, többek közt a magyar parlamentben, ha jól tudom, Járai Zsigmond elmondta egy meghallgatás során, hogy ő a lóversenyt, konkrétan így mondta, a lóversenyt biztonságosabb dolognak tartja, mint a devizahitelezés. Ez egy akkora hazárdjáték volt, ez is az interneten felelhető és meglelhető. Én azt mondom, nem minden igaz, higgyetek el nekem, nézzetek utána, és a saját kútfőből megbizonyosodtok, hogy ez átverés, onnantól kezdve rájöttök, hogy nem kell fizetni a bankoknak az uzsorát, ha nem fizeted a banknak az uzsorát, kiharcolod az igazadat, és valamilyen elszámolással kifizeted esetleg még azt a tőkösszeget, amit felvettél. Illetve jön a kárterítés kérdése. Mert kérdezem én, Ferdi, bocsánat, korolod, szemembe szeretnék nézni. Ferdi, hogy esik az, amikor hétvégén nincs pénz kajára, és oda kell menni a lányodnak a most a Vejkorthoz, és azt mondanak, hogy figyelj Vejkó, adjál már egy kívülhetős, mert kell a pénz kajára. Ez csak azt mondja, aki ebben a körben benne van egyébként, hogy amikor itt a hétvége, és ott van jönnek az unokáim, jön a lányom, és a péntek délután, hogy én úgy telünk el a feleségem, mert ugyan mi lesz a vasárnapi kaja, mert még a szombat is nincs meg. És hát mit is mondjam? Tehát az elmúlt 6 év, amióta ez a devizahiteles mizéria van, azóta nagyon megváltozott az életünk, szerintem nagyon sokan jó vagyunk ezzel, házas életek mennek tönkre, a tönk szélére kerülnek. Nem az már a gyerekekkel se a viszony, ami azelőtt volt. És én ezt csak azt tudom mondani, hogy mindenki, aki ebben benne van, próbáljon fölérni, nyissa ki a szemét és tartson velünk, és tartsunk össze, hogy a bankokat meg kell dönteni, és a gazembereket meg börtönbe kell záratni, illetve ha lenne halálosítélet, főként akasztani őket. Sajnos ezt az országot teljesen tönkre akarják tenni. Úgy néz ki, már 1,5 millió ember elhagyta az országot. Nem az, hogy többen vagyunk, mindig kevesebbet. És sajnos ennek az lesz a vége, hogy el fog tűnni a magyar, amit azt is akarják ezzel az országgal tenni. Hát, majd még megköszönöm egy kicsit. Köszönöm.